Idősebb Bogyai Zoltán 1939. augusztus 21-én született. A pécsi bányászban is védett az akkori másodosztályban, még az 1960-as években, de nem ezért lett a labdarúgás ikonja, hanem az edzői-nevelői munkájáért. A PMSC kapusainak 1976-ban tartott először edzést, aztán csaknem 4 évtizeden át szolgálta a klubot. De vajon a legendás edző szerint milyen adottságokkal, képességekkel kell rendelkeznie egy jó kapusnak? Alkatilag meg kell felelni, szeretni kell a kapuszapnát, és ezen belül ruganyosnak, gyorsnak, a labdafogásnak tökéletesnek kell lenni, bátornak kell lenni, úgyhogy összetett feladat. Nekem például azóta utólag visszagondolva egy nagy hibám, hogy mondták, hogy jobb kapus láttak, de bátrabbat nem. A születésnapi köszöntés ötlete Sólyom Csabáé volt, aki pályafutása nagy részét a PMFC-nél töltötte, de csaknem 100 meccsen a Kozár Mislenyieknél is szerepelt korábban, és tagja volt a 2015-16-os szezonban az MB3-ban bajnoki címet nyerő Mislenyi csapatnak, a PMFC-vel pedig 2003-ban az MB2-ben volt bajnok. A 2000-2001-es idényben tagja volt a PMFC bajnokságot nyerő keretének is. Alázatot, szorgalmat, kitartást. Nagyon sokszor fölemelt engem a padlóról, tehát szinte második apámként szeretem és tisztelem a mai napig. Idősebb Bogyai Zoltánt egykori tanítványai, fiai és a PMFC együtt köszöntötte. Az ünnepelt elmondta, tudja, hogy sokan hallották már tőle, de magáról és a kapusokról is az a véleménye, hogy nem lehet normális az az ember, aki lendülő lábra rávetődik. Idősebb Bogyai Zoltán egy talpig úriember, sportember, akiből csak egy van, vallják tanítványai.